Az Atlasz Sport Egyesület egyik legújabb szakosztályát, a Falamda szakosztályt látogattuk most meg. A szakosztály vezetőjét, Milánt kérdezzük a részletekről. Mikor alakult a szakosztályatok és egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy falabda szakosztályt csináljatok? Hello! Idén februárban alakult meg a szakosztály. Én egyébként már 4 éve falabdázom, de tavaly találkoztam egy barátommal, aki kiderült, hogy ő is szereti ezt a sportot, és akkor elkezdtünk játszani. Aztán pár hónap alatt csatlakozott hozzánk egy másik meleg srác, aztán még egy, és gondoltuk, hogy hivatalossá kéne tenni, és jelentkeztünk az Atlasz Egyesületnél, hogy szeretnénk egy ilyen szakosztályt. Most már körülbelül 30-an vagyunk, de persze nem jön el mind a 30 játékos minden edzésre. Körülbelül 14-18-an szoktunk lenni egy ilyen edzésen. És milyen gyakran vannak edzések? Ezeket tényleg edzővel kell elképzelni? Minden héten vasárnap vannak ezek az edzések, esténként. Hát ez nem egy csapatjáték, hanem páros sport. Tehát egy terembe ketten mehetnek be maximum, és így nagyon drága lenne az edző. Akkor hogy oldjátok meg a játékosok párosítását? Mindenki csak úgy idejön, és azzal játszik, akivel akar? Nem, mindenkinek jelentkeznie kell csütörtökig a vasárnapi edzésre, és a jelentkezések függvényében osztom be én a játékosokat párosítva, szintenként, tehát azonos szintű játékosokat osztok egymáshoz. És aztán itt a pályákon ezeket szokták cserélgetni, át szoktak menni más játékosokhoz, sokkal nagyobb tapasztalatot szereznek és többet tudnak tanulni. Ezek szerint különböző szinteket alakítotok ki? Igen, van kezdő, középhaladó és haladó szint. Persze élesen nem lehet meghatározni, hogy ki hova tartozik, de nagyjából azért be lehet lőni. Szoktatok egyébként versenyekre is járni, vagy szerveztek magatoknak? Esetleg? Hát szervezni nem szoktunk, ahhoz azért elég kevesen vagyunk így 30-an, hogy magunk közt versenyezzünk. Meg egyikünk sem űzi olyan magas szinten ezt a sportot, hogy hazai vagy nemzetközi pontszerző versenyeken induljunk. De ha meleg sportrendezvény van, arra szeretnénk kimenni, igen. Egyik sportársam is, meg én is voltunk tavasszal prágai versenyen, és milyen helyezést értetek el? A sportársam 10., én 12. lettem a 28-ból. Nemrég beszélgettünk a budapesti 2012-es Eurogames szervezőivel, amikor a sportágakat említették, a falabdát, azt kihagyták. Hát ennek az egyik oka az, hogy ez egy kis Eurogames, és itt kevesebb sportot rendeznek, mint egy nagy Eurogames-en. A másik oka pedig az, hogy amikor a sportágak listáját lezárták, akkor még ez a szakosztály sehol sem volt. De egyébként workshopok lesznek, tehát a versenyen kívül lehet majd falabdázni külföldi sportolókkal is. Beszéljünk egy kicsit az anyagiakról is. A falabda, ha jól tudom, a drágább sportok közé tartozik. Mennyibe kerül ez a sportolóknak? Nekünk a szakosztálynak külön megállapodásunk van ezzel a klubbal, így egy főre 1000 forintból kijön egy 1 órás edzés. Persze azoknak, akik nem egyesületi tagok, valamivel drágább, de azért bőven megfizethető még az is. Azt jól tudom, hogy táborokat is szerveztek, mint hogyha a közelmúltban is lett volna egy ilyen. Igen, volt egy dunaújvárosi tábor tavasszal, az úszósok és a falabdások mentek együtt edzeni, egy 3 napos tábor, tök jól éreztük magunkat, és lesz most egy őszi, Egerbe fogunk elutazni, de oda már jönnek tollasosok és kézilabdások is, tehát ez egy nagyobb volumenű valami, és ott ilyenkor mindig bele lehet kóstolni a másik sportba. És hogy lehet hozzátok csatlakozni, ha valaki kedvet kapott? Hát az Atlasz honlapján, a www.atlassport.hu-n. Egyébként hetero játékosok is vannak, tehát őket is várjuk nagy szeretettel. Mindenki csak buzdítani tudok, gyertek falabdázni ti is. De nem szabadul szám olyan könnyen. Hoztam egy meglepetést neked. Játszunk egyet? Na, itt most összecsapunk. Gyerünk!